István vagyok, a csapatvezető projektmenedzsere, és itt a kollégákkal mi készítjük el a Műszaki Egyetem köbházát a Solar Decathlon versenyre. Itt vagyunk a harmadik napon. Az első napon beszórtuk az összes elemet, mi voltunk az első csapat, aki szerkezetkészét tudta varázsolni az épületét. Nyilván rengeteg pipere munka van, amit meg kell csinálni, lehet látni, hogy azokat dolgozzák éppen a kollégák, és bízunk abban, hogy akár még hamarabb is be tudjuk fejezni, de valószínűleg ez nem fog megtörténni. Nagy különbség az eddigi Solar Decathlon versenyekhez képest, hogy most nem egész nap lehet dolgozni, hanem reggel 7-től este 10 óráig váltásban dolgoznak a kollégák, mindenkinek legyen kellő mennyiségű pihenője, maximum 7 órát dolgozhat egy ember, igyekszünk minden munkavédelmi feltételt betartani, nem csak azért, mert pontokat vonnak le tőlünk, hanem azért is, mert tényleg rettentő fontos az, hogy mindenki egyben tudjon hazamenni majd a munkaterületről. Nekem az a feladatom, hogy figyeljek arra, hogy minden egyes kolléga betartja a munkavédelmi előírásokat és feltételeket. Nekünk rengeteg BSC hallgatók van. Egy-ketten vagyunk, akik már lediplomáztak, néhány éve vagyunk a diploma után, és segítjük a csapatot, de a csapat legalább 80%-a még a diploma előtti, az első diploma előtti hallgatókból tevődik össze. Tehát én úgy gondolom, hogy az egyik legfiatalabb csapatot lehet itt látni. Az eddigi Solar Decathlon versenyekhez képest ez a verseny annyiban más, hogy most a felújításokra koncentrálunk. Van olyan csapat, aki egy az egybe kapott egy monolitikus tömböt, és azt öltöztetik fel. Az egyik mondjuk azt, hogy kiírt versenyszám a kockaházak, azaz a sátortetős kockaházaknak a felújítása, és mi nem is ezeket újítjuk fel, hanem inkább meggyógyítjuk ezeket. Tehát a meglévő épületekkel a lehető legkevesebbet kelljen foglalkozni, és a mi moduljainkat mellé rakva, ezek közösen egy szimbiózisba tudnak működni, tehát mi nem felújítunk, hanem meggyógyítjuk az épületeket. A jelmondatunk az, hogy csatlakoztasson mindenki egy köbbadult a házához.